Termékkóstoltatás az egyik nagy bevásárlóközpontban. Első látásra így tűnik a drogellenes világhetet záró flashmob akció. Mindennapos a látvány, és talán az is, hogy mindenki elfogadja a felkínált portékát, ezúttal ezeket a színes cukorkákat. Akiket eddig megkérdeztünk, egy ember volt, aki megkérdezte, hogy mi ez egyáltalán, hogy egy cukorka vagy bármi lenne, és utána megkérdeztük, hogy gondolták-e azt, hogy ez drog lehet-e. Tehát, hogy megfordult a fejükbe, hogy esetleg rá akarjuk őket valamire szoktatni. Elfogadták a City Szociális Egyesület fiatal önkéntesei által kínált cukorkát Lakatos Hunor és barátai is. A fiatal szerint ötletes az akció, és hatékony a kortárs önkéntesek által kitalált drogellenes felhívás formája is. Szerintem ez így jobb, mert hát cukorka, király, vagy, hogyha meg csak oda mennének hozzád, hogy vigyázz drog, vagy nem tudom, akkor... Ez úgy nem lenne annyira jó. A flashmob célja éppen ez volt, hogy minél több embert elérjenek és megérintsenek a mindennapokat idéző szituációval. Azt szerettük volna, hogyha a saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy a kínálat, ami feléjük árad, az azért sokszor veszélyes is, és ugyan mi most csak egy édes cukorkát kínálunk, ami maximum a fogaikat roncsolja, azért egy szórakozó helyen vagy akár az utcán ennél jóval több veszély leselkedik rájuk. Sikeres volt az akció, hiszen egy óra alatt 23 fiatalokból álló kisebb-nagyobb csoport állt meg cukorkát kóstolni. Azaz a szervezők körülbelül 100 fiatal figyelmét hívták fel a tudatmódosítószerek veszélyeire.